Köszöntök mindenkit ebben a videóban, én Uti vagyok. Beszeretnék mutatni nektek olyan dolgokat, amik biztos sok világországaiban annyi azért nem lehet tapasztalni, de azért meg is mutatom egyébként, hogy mit tudtam beszerezni és honnét. Itt van kérem szépen ez a Tesco-s akció, amit ugye leveszem azokat a matricákat, amiket nem én ragasztottam be, de azokat be kell ragasztani egy külön füzetbe, hogy lehessen kapni akciókat. Minecraftos dolgokra, itt van kérem szépen, Minecraftos merchökre, ami itt vannak ezek a matricák, amit ugye 6000 forintot két egy matrica jár egyébként, amiben ezekben vannak ilyen csomagolásban, ilyenek mellett, meg ilyen ruhához való matrica mellett. Kaphatunk akciósan kulacsot, bögrét, uzsonnás doboz, meg tálszettet, meg tányérszettet, az utóbbiaknál 2-2 darabot kapunk, és a bögrénél meg hát annak ellenére, hogy 2 van megmutatva, darabokként csak egy csomagban csak egyet tudunk kapni. Láttátok egyébként az árakat, hogy még mennyibe kerül. Hát ilyen akciós árakban lehet ugye kapni ezek mellé természetesen. És hát leragasztom nektek ezeket a matricákat, ahol nem kellett volna leragasztani. Itt van, ne tessék, itt van, leragasztottam már. Nos, egyelőre, amikor csinálom ezt a videót, még mindig nincsen meg az összes merchandise, mert valahogy így kell hívni ezt a dolgot. Engedjétek meg, hogy én igyek egy kis vászt ezen a színes repohára. Lehet a jövőben, biztos lehet visszaváltani. Ebben a csomagban, hát lehet találni ilyet is, meg olyat is. Illetve megmutattam az ilyen hasonló dolgokat, ami mondjuk nem kutya, per farkas, mert hát a Minecraftban lehet kutya, meg farkas is. Attól függ, hogy meg van szedítve, vagy sem. Az ilyen matricákat, az előbbihez hasonlóan leragaszthatjuk a ruhánkra, nem csak a tájunkra, ahova szeretnék látni, mondjuk ezt az iránytűt, még egy iránytűt, na meg szívet, még egy szívet, gyémántsárkányt, meg még egy gyémántsárkányt, de vagyunk pénzre gyerekek, meg potiont, hogy mi az méreget, virágot, még 2 darab virágot, még egy potiont, és kapunk olyan matricát, úgy szintén a táskára rakhatunk, meg a ruhákra is. Zombi, Creeper, Enderman, tök fej. Steve-nek az ellentétje, pontosan Steve, mélyecske, még egy mélyecske, mondom ez a plankton akar lenni, és még több, és van még több, matrica, leragaszthatunk a füzetre, és az akárhova is, akár a falra, vagy nem. De azért nem fogom ezeket leragasztani, hanem nem mindegyiket, amiket be tudtam egyelőre szerezni, videó elkészültéig, ugye? Vissza kell rakni valahogy ezeket. Nyilván ezek az ilyen dolgok, amiket beszeretnék mutatni nektek, hát nyilván ujják szerepelnek benne azért, ugye ebbe az egész történetbe, de a Minecraft az minden korosztálynak jó, alkalmas, meg minden, akár nem is tudom, egy 30 éves előtt ember is játszik a mai napig is a Minecraft-on, nézzük például a Captain Sparkles-t, vagy a viszonylatban nézzük meg a pingvinharcos Sirius-t esetleg. Hello, sziasztok, Sirius vagyok. Doggy Andy, talán. Sziasztok, srácok, üdvözlünk titeket. Mai napig is játszolok a Minecraft-on, én is játszok ezzel a játékkal. Nagy kedvenc játék amúgy a kevesek közül, ami mai napig is tartja magát. Itt van négy, láthatjátok ezt az egy literes lunchboxot, vagyis az kérem szépen egy uzsonnás doboz gyerkőcöknek. Kibontom nektek ezt a limitált kiadású. Merre van? Aha, itt van négy. Nagyon nehéz kivenni a gumis rész miatt. Sikerült.
kivenni ezt a gumis részt, ami összetartja ezt az egész dolgot. Ez egy uzsonnás doboz, nem egy nagy extráról beszélhetünk. Nézzétek meg közelebbről a dolgot. Ez egyébként az egész dolog ugye creeperös, és ezen a gumis összetartó micsodán, meg ott van ráírva az a Minecraft. És leveszük ezt az uzsonnás dolgozat, direkt van ez a kivágás, meg minden. Kimosható akár mosogatógépnél is, nem csak mosogatni lehet, és igen, nem lehet megmikrózni, amúgy furcsa módon, legalábbis azt írja a piktogram, vagy legalábbis sütőben nem rakhatjuk bele, külön csomagolás van, így van. Hát így néz ki. Hát abból vittem volna el Pestről egy bizonyos ételből a pizzát, ami a nyitvatartási időben nem nyílt meg. És nem véletlen volt az ténylegesen, úgyhogy inkább mentem a pizza hátra. Írtam az Instagramot, ott se írtak. Nagyon jó. Nem tudom, hogy mi van egyáltalán, nem írtak egyébként, hogy mégis mi van egyáltalán, a mai napig se. Lett ugye ez megvéve. Csomagoló anyaggyanánt, ami többször használatos, mint mielőtt csomagolásért kellett volna fizetni, volna külön elvitelre, azért, hogy el tudja vinni azt a különleges pizzát, amit ugye véletlenül találta meg egy különlegesnek mutatott ételbe, amely hiába volt egyébként az ételnek a tulajdonosa, csak fotózkodni jött. Majdnem 2 órát vártam arra az ételre a megnyitására, és nem nyílt meg. Egy mukkot sem mondtak egyébként, hogy bics, mi van egyedébe, akkor ezt a márka uzsonnás dobozt. Ezt tehát inkább később vettem volna meg, nem akkor, amikor mentem Pestre. Itt van még, kérem szépen, a bögre is. Külön-külön lehet megvenni, külön csomagolás van hozzá, ez 300 ml-es, úgy szintén ez is. De annyi különbség van a kettő között, hogy ez disznófejes, ez pedig creeperfejes. Nézzük meg ezt a disznófejes bögrét. És ott a creeper fejes. Ja. Várjál. Mi van? Ez az disznó feje van. Ez pedig creeper fejes. Várjál. Oké, tetszik meg minden, de... Ne szórakozzatok már velem. Ez is creeper fejes! Mi ez te? Most mondtam ki először a doboz ki, minden egyes dolgot azért. Először mondtam ki, kettő darab creeper fejes van. Nem tudom, hogy mi történt a Tesla-ban az egyikében, hogy miért kaptam kettő darab creeper fejeset, miközben egyetlen egy darab disztó fejeset, meg egyetlen egy darab creeper fejeset vártam el, valahogy az. Na igen. De azért tetszik, nem rossz egyébként a dizájn, amúgy jó minőségi darabról beszélhetők, úgy ahogy van. De ezzel nincsen panasz egyébként. Valószínűleg az van tényleg, hogy lehet, hogy máshol, lehet, hogy a üzletben dolgozom, azok szépen elcserélték a dolgokat. Úgy is belenéltek a dolgokba. Hát én nem néztem bele a dobozba, mert minek nézek bele a dobozba? Azért, hogy kettő ilyet kapja. Itt közben külön-külön fajtájuk vártam el egyáltalán. Nagyon inkább visszacsomagolom, mert hát valamelyikük azok nem lesz az enyémek. Úgyhogy részben magamnak, részben nem magamnak veszem meg. De azért gondoltam, hogy megmutatom nektek. A következő pedig a tányér lesz. Igazából lapostán a soron. 19 cm átmérőjű, kettő külön tárnyel az egyben, dologról beszéltük. Remélhetőleg ott bizony nem fogunk kapni előbbéhez hasonlítást. Itt a tárnyér, egy elválasztó papírusz,
Na, végre, ez a beszél. Flipper, halacfejes. Flipper, halacfejes. Ezzel lehet jobban kihezened el a reggelizést, meg minden dolgot. Szerintem a higgyede. Jöjjön a következő sorban, nem más, mint a vétrányér. 14 cm átmérőjű. Flipperfejes, meg disznófejes. Ó, elvesett le. Itt láthatjátok ezt. De a lényeget. Itt láthatjátok. Ezek vannak itt. Sikerül még kulacsot, meg akármilyen dolgot belevenni ebbe az egész dologba, akkor folytatni fogom ezt az egész dolgot, úgy, ahogy van. Itt egy újabb jelenetek, amiket láthattok tőlem, kérem szépen, bizonyára úszékony vagyok, feladékony vagyok, még ilyesmi, és ezért is elég meg később a kelletén a videó, csak egy kicsit azért mondani akartam a dolgot, még mielőtt a további dolgokat bemutatom nektek. Itt van ez a hátizsák, tudni azokról a Minecraftos tárgyakról, bármit azoknak a megvásárolgatása, hogy nem egy helyről szoktam megvenni a dolgokat. Ez bizonyára Esztergomról lett megvéve, mármint az Esztergomi Tesco-ból lett megvéve ez. És belevágtam a hátizsákba. Ezt meg nem tudom, hogy honnét van egyébként, de nézzétek meg, kérem szépen. Eztet. Ez legalább röki. És itt van. Nem csak külsőleg, nem csak dobozra ráért dologról van szó, hanem tényleg ez egy röfis. Kockás Minecraftos bögre. Érdekes lesz abból is inni. Megmondom az őszintét, szóval. Hát ez bizonyára nem véletlenül van az, hogy ez gyerekek hordják legalábbis a reklámba az ilyen meg olyan dolgokat, ugyanis ez azért kicsi. Mondjuk ki, nem sok minden fér bele. Mondhatni, de hogyha egy kevéske dolgozat, mi vinni magunkat, akkor talán szerintem hát akkor s... Ennyi voltam, köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb is egy újabb videóban. Végre valahára ez az, meg tudom fejezni a videót. Addigra is minden jót kívánok nektek, szevasztok!